Na, sziasztok, Zsolt vagyok, szép jó napot kívánok, és elhoztam nektek megint egy olvasós videót. Tudjátok, hogy mit fogok olvasni? Na? Egy, kettő, három. Ezüst hadsereg legendáját. Ugye, nagyon örülök, hogy már eléggé felgabott lett. Igaz, hogy 27 megtekintést érted, de nekem ez nagy boldogság a szívemnek, hogy már kb. Majdnem 30-an megnézték. Így szóval úgy gondoltam, hogy folytatom tovább az olvasást. Sát, így videóban. De majd lesz igazi hangos könyvként is majd. El fogom mondani. Ugye hangos könyvként pedig ugye van milyen képet megpróbálok majd generálni a Sphyxial Generation-nel, ugye generáció alkalmazással próbál majd legenerálni majd egy jó képet hozzá. Aztán akkor majd hadd szóljon. És hangos könyvként is jobban elolvashatjátok, nem kell hallgatnatok a beszédemet, mint most itt beszélek. Ugye az előző, tudjátok, hogy miről szólt. A Gergő ugye leszállt a földre, és épp egy gyilkos randi után eljött a bázisunkhoz. És honnantól pedig most el fogunk menni a kékre festett törzshöz. De nem árulom el, hogy ez aztán mi jön, mert brutál vicces lesz. Valakinek tetszeni fog, aki röhögni fog, valaki nem. Senki nem. Hát úgy mondom, mindenki különbözik. Na de mindegy. Elég a dumából. Kezdődjön is az olvasás. Ugye itt is van a füzet. Ne, szakadt, hogy mondjam egy kicsit. Már annyi írtam belőle. És akkor ki is keresem, és akkor olvasom is nektek. Na. Na, most. Ez is hadsereg legendája. Második rész, vagy úgymond a második fejezet. Matteo Abdelkader. Istenem. Fel kell készülni erre, ami borzasztó, mondj meg. Gergő és Zsolt odaugrottak egy bokorhoz, és Gergő elővette a fegyverét, és a tárat megtöltötte. A bogrács fölött lógott egy bárány, ami le volt nyúzva, és annak a vére folyott rá a pörköltölére. Állítólag ezek a törzsek isteni állatként tisztelik a bárányt, és ezért feláldozták, hogy a vér a lébe csepegjen, így a bárányvér erőt ad nekik. Főleg a három foglyot is beleteszik a pörködbe, mondta Zsolt ezeket, mert jó volt történelemből. És miért vannak kékre festve? Kérdezte Gergő. Zsolt válaszolt neki. Azért, hogy ijesztőnek tűnjenek ki, mert ez a törzs már 1830 óta ezt csinálja. Ez már hagyomány náluk. De úgy látszik, itt ragadtak ebbe az erdőbe, és most felhasználják a hagyományukat, hogy megegyék az embereket. Ezek szerint kannibálok? Mondta Gergő undorodva le. Igen, ahogy mondod, mondta Zsolt, és egy kést vett elő, mert majd az egyik foglyot ki akarják szabadítani, de először azt a foglyot, aki telefonált nekik. A kék emberek ott álltak a sátraik előtt, láncsát fogtak és örködtek. Mindegyik karján egy bárány volt tetoválva. A dagat kékre festett, benszülött, az egyik tusz nyakát elvágta, és a vérét ráöntött a bárányhúsra, majd meggyújtották, hogy égjen. A bárányhús égett, vagy a törzs körbeállt és valamit mormogtak idegen nyelven. Körbe táncolták a bográcsot, és háromszor ejtették ki Isten nevét. Zsolt és Gergő előjött, és Zsolt leütötte az egyik kékre festett embert. Ekkor összegyűlt 10 kék színű ember, akik láncsát ragadtak rájuk. Gergő fegyvert fogott rájuk. Ezt kétszer írtam le, úgy látszik. Gergő fegyvert fogott rájuk. Zsolt pedig a kést forgatta a kezében.
Gergő megszólalt. Engedjétek el ezt a két foglyot, mert ha nem, akkor kénytelen leszek megölni titeket. A benszülöttek csak nevettek, s lándzsával közeledtek hozzájuk. Zsolt elvágta az egyiknek a karját, aki felordított, és a lándzsával szíven szúrta magát. Ez a hagyomány része. Ha megsebesülnek, akkor öngyilkosok lesznek, mert úgy tartják, hogy akkor nincs erejük. Ha sebesültek, mondta Zsolt, miközben harcolt a benszülöttekkel. Meglátszik, hogy történelem öltös vagy, mondta Gergő meglepődve. Ekkor a sátorból egy hang kiszólt. Gyertek be hozzám! Mondta egy titokzatos hang. Gergő és Zsolt bementek a sátorba, és a benszülöttek alacsony vezére ült ott. A vezér egy nagyon alacsony ember volt, aki a sátrában elmondta, hogy a texasi határt el akarja foglalni. Ide figyeljetek! El szeretném foglalni azt a határt, hogy az én törzsem boldogan éljenek, és hogy minél több embert egyenek meg. Mert a hagyományunk után megyünk, és ez nem szűnik meg. Tényleg csak a hagyományotokat mondjátok? Mondta Gergő mérgesen. Igen, a hagyományunk az egyetlen reményünk, ami életben tarthatja a törzset. Na meg az isteni állatot, a bárányt, amit minden ötödik évben feláldoztunk. Ötvedik évben, na. Mint az én apám, az apám apja, az apámnak apjának apja, az apámnak apjának és annak apjának az apja és annak az apja. Gergely Zsolt csak nézte, amit a vezér mond. Az ők nagyapámnak, az ők nagyapjának, az ők nagyapja áldozta fel a bárányt. Mondta és csak hajtotta a szöveget. Gergő nagyon türelmetlen volt, Zsolt a kis forgatta idegében. Az ők nagyanyámnak, és az ők nagyanyja volt, a sámán, és annak a elég legyen már! Fejezd be, engem nem érdekelnek az ősapáid, se nem az ükonokáid, se a ti kis nyomat történelmetek. Mi csak azért jöttünk, hogy megmentsük ezt a két foglyot, akiket még nem öltek meg. Megfulladok. A vezér felajánlott egy papírt, hogy írja alá. A papíron az állt, hogy nem akar beleegyezni, hogy elfoglalják a területet, és ők meg tűnjenek el. Gerge nem írta alá a papírt, és a vezér kiabált. Törzsem! Fogjátok ezt a két senkiházi! Dobjátok be a pörköltbe! Hadd együtt meg őket! Gergő és Zsolt kimentek, és ott kint lelőtték mind a 10 benszülöttet. Úgy tudod, úgy módva, hogy egyszer így. Az alacsony vezér pedig bevágták a tűzbe a hús mellé. A vezér megégett a bográcsban. Jaj, ez egy kicsit. A két foglyot kiszabadították. A telefonálós fogoly megszólalt. Köszönöm, hogy megmentettetek minket. Hogyan háláljon meg nektek? Ne kell meghálálni ezt. De miért jártak az erdőben? Kérdezte Gergő. Azért, hogy megtudjunk egy csomó mindent ettől a törzsről. De láttam, hogy elkaptak minket, és majdnem pörkölt lett belőlünk. Gergő és Zsolt elvitte a két foglyot a bázisukra. Ott a bázisban kihallgatták őket. Na szóval, azt már tudjuk, hogy a törzseket akartátok feltárni, de ez nem elég nekünk. Azt akarjuk megtudni, hogy kik ezek a páncélozott ruhások, és hogy mit akarnak tőlünk. Ők egy szervezettől jöttek, de sajnos nem tudom a nevét a szervezetnek, mert titkosítva van. A páncélozott ruhásokat azért küldték, hogy leszámoljanak az emberekkel, és hogy elfoglaljanak egy csomó területet. Általában egy haditervet akarnak, amikor kitörik egy háború, akkor el tudjanak bújni, hogy levadázták a jelenlévőket. És még mit tudsz róluk? Van vezérük? Hogy hívják? Kérdezte Gergő, miközben a kávéját itta. Nem tudok a vezérükről semmit, azt sem tudom, hogy hívják, mert titkosítva van az. Ő bázisuk és maga a szervezet is, vagyis semmi nem tudhatunk meg róluk, de ők mindent tudnak rólunk. Magyarokról. Azt is tudják, hogy mi a célunk.
Tehát ezért akarnak pusztítani. Nem kímélnek se gyereket, se felnőttet, aki a szemük közé kerülnek, azok mind lógnak a vitófán. És ez a szervezet mióta létezik? Mikor alakult? 2002. szeptember 10-én alakult a szervezet. De csak is 2003-ban készítették a páncélzott ruhákat, hogy amikor harcolnak, akkor megvédje a ruha őket minden balesettől, mert még törékenyek, de a szalaton sokkal erősebb páncét gyártanak, amit tényleg nem lehet elpusztítani. Csak is bombával. Köszönöm a sok információt. Most elengedlek téged, mehetsz haza, ahonnét jöttél. A foga és társa elköszöntek és távoztak a bázisról. Gergő fáradt volt, nehéz volt neki ez a nap. Másnap reggeliztek a bázisban. Mindenki zappelejt evett. Gergő kiindult a székébe, miközben almát evett, meglátott egy szép nőt, akinek bámulta a felegére. 18-20. Klára annagy volt az. Gergő nagyon oda volt érte, akkor is, mikor Jenniferrel randizott. Miközben nézte őt, egy autó jelent meg. Ronix volt az, aki kiszállt a kocsiból. Ronix odament Gergőhöz és beszélt vele. Csá, Gergő, felismersz? Ronix vagyok, a régi társad. Mit akarsz, Ronix? Kérdezte Gergő tőle. Az, hogy kell nekem az a 20 millió forint, amit te ígértél nekem egy hete, mielőtt fel nem szálltál az űrhajodra. Oké, de nekem csak 200 000 forintom van. Tudod, hogy csak akkor kapok pénzt a kormánytól, ha én megmentek embereket, és meglőm az ellenséget. Ez fejenként 100 000 forint, ami nekem jár minden egyes küldetésnél. Oké, adok 3 napot neked, hogy összeszed nekem azt a 20 milliót, de ha nem szeded össze 3 nap alatt, akkor meg kell öljelek téged. Ronix befejezte a mondatot, és beszállt a kocsiba, és elhúzott onnét. Na most jön majd hamarosan az igazi eredeti vicces. Egy erdőben nagy hangzavar volt, mint a óriások lépkedtek volna. Egy kém volt ott a fánál. Greg volt a neve. Nagyon fontos karakter amúgy meg. Kémkedte, hogy mikor érkezik a nagy francia csapat, akik el akarják foglalni azt a területet, amit a kékre festett beszülöttek akartak elfoglalni. Tankok közeledtek, azok adták a nagy hangot. Francia tankok, köztük francia tigris tank. 20 tank haladt végig az erdő. Greg csak figyelte, tudta, hogy ki lesz az, aki elfoglalja a területet. Gergő olvasgatott egy dokumentumot, amiben azoknak az embereknek a képei voltak, akik gonoszak. Megnézte az elsőt, és egy Greg nevű ember volt rajta, aki 1982-ben született, és 2020-ban beállt egy szervezethez, kémkedni, aki egy gonosz kém volt, egy áruló. Ami meg most 2037-et írunk, szóval Greg egy 55 éves áruló. Gergő gondolta, hogyha elkapja Greget és kihallgatja, akkor talán kap 100 000-et. Mert Ronixnak meg tudja adni az összeget, de ehhez kell még pénz. Gergő kiment és mondta a katonáknak, hogy egy Greg nevű fickót kell elkapni, mert alapból ebből kapja pénzt. Ha emberek kap el, vagy ment meg. Figyeljetek, elmegyünk, hogy elhagyjuk ezt a... Ugye elkapjuk ezt a rondavén szatyor Greget. Vannak ám szövegek. Lesznek szövegek. Főleg a harmadik résztől, amit most még nem mondok el. Mondta, miközben Greg képét tartotta a kezébe. Nem már, megint küldetés? Nyolgott Zsolt. Kussolsz! Kiabált a Gergő. Te engem nem kussoltatsz be, te áruló. Mi van? Bebasszál a törleitől. Káromkodás. Nem, csak idegzavarom van. Emlékszel, mikor leütöttek engem. Bevágtam a fejem, és talán megsebesült az agyam. Akkor inkább ne jöjj el velem. Pihenj inkább. Nem akarom, hogy nagyobb bajod legyen. Zsolt bólogatott, és bement a sátrába, ahol kezelték őt. És most jön az igazi, eredeti, vicces sztori. Lehet, hogy nevetni fog, lehet, hogy nem, attól függ. Na. Tankok voltak az erdőben, és ott franciák voltak. Egy kancellár volt kint, aki megjelölte a térképe azt a helyszínt, amit szétbombáznak. Megjelent egy nagy Citroën, és benne ült
egy dagadt férfi, aki Napóleonként adta elő magát, mivel régen a szülei elhittették vele, hogy ő a, hogy az ő dédnagyapja volt Bonaparte Napóleon. És azért őt elmegyógyintézetbe rakták, mert azt hitték róla, hogy bolond. De megszökött, és most itt tart. Teljes neve Matteo Abdelkader volt a dagadnak. A kancellára beszélt. Beszédhibása a Matteo, szóval most színészkedni fogok itten. Jó is van? Látom, jó kis eldői táskál rendeznám, mondta Matteo, aki beszédhibás volt, mert 10 fuga hiányzott neki. Uram, mit mondott? Kérdezte tőle a kancellár. Azonnal vágjátok nyakon, de tüstent! Az egyik francia nyakon vágta a kancellárt, és mondta neki, hogy azt mondta Matteo, hogy erdőirtást kell rendeznie. Mikor Matteo ki akart szállni a teste miatt, nem tudott kijönni a kocsiból. Segítsetek rajtam! Nem tudok kijönni az autóba! Nem hiszem el, hogy nem tudnak gyártani nekem rendes autókat! A kancellár hívatta a katonákat, hogy fűrésszel vágják szét az autót. Mi a szar? Nekiálltak fűrészelni, közben egy öreg ember szétrögte magát. Matteo kiszállt, és megígérte, hogy vesz másik autót. Oda ment egy rakétavetőhöz, és kilőtt egy rakétát, ami messze robban, de akkor állt, hogy egy fát kidöntött. Matteo örült ennek, és megkezdte az erdőírtást. Zsolt számítógépnél munkálkodott, Hearts of Iron ment nála, de mérges volt, mert nem tudta, hogy kell játszani vele. Nincs senki, aki segítene neki. Egyszer csak halucinált, és előtte látta a homályos szemét, aki megmentette őt, de aztán eltűnt. Zsolt nem volt becsavarodva, csak a felsérülése volt brutális. Gergő megjelent Klára a nagy sátrában. Leült és beszélt vele. Szia, én Gergő vagyok. Téged hogy hívnak? Szia, Klára vagyok. Neked mi a foglalkozásod? Mert én egy hadnagy vagyok. Én egy parancsnok vagyok. Csak aki nem híres, csak profi. Látom, hogy téged csak az érdeke, hogyha profi vagy. Te lenne bátorságod arra, hogy megmentsd a világot? Nem is tudom. Tudtam, hogy te is egy csaló vagy. Mindent tudok rólad. A téged csak a pénz érdekel, na meg a női seg, amiket nézeget. Gerge elment onnét, és elgondolkodott ezen, amit Klára mondott neki. Ott az erdőben már szét voltak bombázva a fák, és erdei állatok tetemét lehetett látni. Matteo, mi az? Miben ült? Matteo egy székben ült, és egy domboldalon voltak ott. A széken ülve nézte a texasi helyet. Gondolta, hogy arrafelé egyenesen megy, hát ha talál egy falut, vagy várost, amit megtámadhat. Uram, biztos benne, hogy el akarja foglalni a helyet? Mondta a kancellár. Az a vicces benne, hogy el akarja, nem el akarja, el akarja, mert épp a kancellár azt mondja, amit ugye a Matteo beszédhibása. A Matteo mérges lett, és a sétapálcájával fejbe korintotta. Így-e? Ha még egyszer kibelészeled gúnyolni uladnak beszédhibáját, nagyon megjárod. Az öreg ember megint nevetett rajta. Nem tudta elhinni, hogy ennyire őrült ez a dagadt ember. Az állatok menekültek össze-vissza. A sok madár is elrepült, mert az erdő égett és sok fa kidőtt. Készen is vagyunk ezzel a mai nappal. Hónap majd ismét elmegyünk pusztítani. De most menjünk tovább. Mondta Matteo, és beszállt egy tankba, de nagy nehezen, mert a teste még a tankban sem fért el. Csak a félteste volt kint. Ezt nem hiszem el! Hogy nem tudnak sokkal nagyobb tankokat gyártani, amiben az ember beleféljen.
Uram, Gudrom azt mondta, hogy nem tudnak tankokat gyártani, amiben az ember beleféljen. De miért kell félnie? Mateo ordított egyet. És egy kis pisztolyt hozzávágott a kancellárhoz. Úgyhogy az pedig leszaltózott a tankról. Na. Mi bánt állandóan, uram? Kérdezte a kancellár. Azért, mert mindig kicsúfolsz engem. Mondta Matao, és elindultak a tankokkal. Gergő kint volt, és a bakancsát fényesítette. Nézte a katonákat, akik jártak-keltek. Gergő felállt, és odament egy láb nélkülihez. Vagy mi történt? Kérdezte Gergő a láb nélküli katonától. Harcoltam a páncélozott ruhásokkal, és az egyik egy tűzkarddal levágta a lábamat, és szerencsére időben jöttek a társak, és kirobbantották őket. Oké, hányan voltak azok a páncélozottak? Kérdezte Gergő idegesen. Most kb. 105 volt, abból kinyíltunk 70-et, de túl erőben vannak, nagyon sokan vannak. A szervezet folyamatosan szedi össze az embereket, és rájuk rakják ezeket a páncélozott ruhákat. Az kemény! Menjen oda abba az első segély sátorba, ott majd ellátják a sebeit. Gergő csóvált a fejét, nem hitte, hogy ezek a páncélozott ruhások ennyien vannak. Meg szeretné tudni a szervezet nevét, de sajnos csak olyan ember kell, aki tényleg bármit tud róluk. Bement a sátrába, lőtt és lepihent, mert fáradt volt, és ideges is, mert nem hiszi el ezeket, amit mennek a világba. Fogott egy desperados tequilát, és elkezdte inni. Laraan nagy látta, és odaszólt. Hé, tedd le, miért iszod azt a vackot? Én miattam. Nem azért, mert a katonáim halnak meg, és ezek a páncélozottak túlerőben vannak. És te ezért vagy oda? Ne légy gyenge pöcs! Szerez több katonát, és képezz ki őket. Te könnyen beszélsz, Clara. Te nagyobb rangú vagy, és neked kéne kiképezned a katonákat. De aztán mégis nekem kell vigyázni rájuk, és még én vagyok gyenge és gyáva. Mondta Gergő, és már a következő tekkilát itta. Te neked hadnagy vagyok? Igen, a te dolgod, hogy vigyázz rájuk. Én nem akartam hadnagy lenni. Apám kényszerített rá, hogy legyek, és most egy igazi puha bandát fogtam ki, akik egy golyótól már meghalnak. Hadnagy, mondtam már, ha maga nem képzi ki őket, akkor soha nem leszek jó katonánk. Nézze, én csak egy Gergő elhányta magát, mert a második tekilát itta. Bocsánat, ha túl sok szeszt iszok, megállt nekem. Na, hol tartottam? Szóval én csak egy parancsnok vagyok, a dolgom annyi, hogy dirigáljak az embereknek, és ha nem engedelmeskednek, akkor vasalóval szoktam szétégetni hátukat. Lerá csak morgott. Te olyan erőszakos vagy, néha. Nem hiszem, hogy nem oltanak be téged erőszak elem. Ha nagy, ajánlanám a tátra te áll. Attól majd lenyugszik, mondta Gergő nevetve, miközben felbontott egy kis üvegcse piát. Fulannál meg azoktól az italoktól, Gergő úr. Remélem hónapra úgy kiterül, hogy fel sem tud állni majd. Gergő kiitta az italt, és hümmögött egyet. A bedőlt tőle. Úgy értelmezve, hogy berugott. Mert azért két tekila, meg egy üvegcsepi azért meg nagy mennyiségű alkohol. Aki nem bírja, pórulját, de cseszett túl nagyon. Clara feltúltan távozott előle, és sírt majdnem, mert fájt neki Gergő viselkedése és agresszivitása. Na, ennek ennyi is lett volna. Szóval, köszönöm, hogy elhoztattam ezt a videót. Remélem, mikor felmegy YouTube-ra, felrakom YouTube-ra, jókat fogtok röhögni. Mert szerintem megéri, hogy röhögjenek rajta. Na, azt szeretném mondani, ha kell, iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjátok be a csengőt, és lájkoljátok a videót. Két like után jön a következő videó. És ha ezeket nem teszitek meg, akkor nevetnetek kell a következő részhez, mert az is brutál jó lesz. Addig is, sziasztok!